Sebész professzor, rektor, akadémikus volt Petri Gábor. 1958 és 1982 között volt a sebészeti klinika igazgatója. Sokat tett a szegedi sebészetért, azért állítottak emléket neki, mert az ő ötlete volt az új klinika megépítése 1985-ben. A magyar sebészet egyik megújítója volt a háború után, azon kívül a magyar kísérletes sebészeti kutatás megalapítója. Ő alapította a Sebészeti Műtéttani Intézetét egyetemünknek, ahol én tanszéki utóda vagyok. Az ünnepség résztvevői egytől egyik rendkívüli személyiségnek nevezték Petri Gábort. Széles látókörű, szilárd erkölcsű, kiváló jellemű volt. Bari Ferenc, az orvoskar dékánya 1978 óta ismerte a professzort. Máig nagy tisztelettel emlékszik vissza rá. Rendkívül megfontolt bölcsember volt, rendkívül koncepciózus volt, segítette a fiatalokat, nagyon tudta azt, hogy csak jó csapatban tud eredményes lenni, és ennek érdekében a klinikáját a nemzetközi színvonalhoz mérve tudta és akarta fejleszteni. Az ünnepség végén az alapítvány részéről Gervai Mihály, az orvoskar és a klinika nevében Bari Ferenc és Lázár György koszorúzta meg a táblát. A Semmelweis utcai 265 ágyas épület új neve tehát Petri Gábor klinikai tömb.